Éppen fél évszázada, hogy Agostyánban először szerveztek búcsút. A tradíciót folytatva idén is ünnepi hangulatban telt augusztus utolsó hétvégéje a település részen. A rendezvényen a már jól várt programok mellett számos újdonsággal is készültek a szervezők. Abból a szempontból egyre nehezebb, hogy nem fiatalodom. Abból a szempontból viszont könnyebb, hogy most már kezd kialakulni az a csapat, akiknek megvan a megszokott feladatuk, úgyhogy ez is csapatmunka, úgyhogy pogácsasütő versenynek, a színpad fölállításának, a útlezárásnak, vasárnapi programoknak, ugye a gyerek akadályverseny szervezésének. Tehát megvan mindegyiknek a felelőse. Nyilván, ami nekem nem éppen testhez álló feladat, hogy a sok apróságra oda kell figyelni, hogy minden stimmeljen. Rákérdezni, hogy megvan-e, de hát hál' Istennek úgy tűnik, hogy eddig még mindig, hát rossz csúnyát mondok, hogy átvészeltük az agostyáni búcsút, egyébként én nagyon élvezem, és főleg a találkozást élvezem, amikor beszélgethetek különböző korosztályú emberekkel, főleg az idősekkel, hát ugye az ő tapasztalatokat meghallgatni. A búcsúban ismét kihirdették Agostyán süteményét, idén a pogácsa sütésben remekelhettek a helyiek. A családunk több tagja is sütött pogácsát erre az alkalomra. Úgy látszik, hogy az enyém lett az első, medvehagymás pogácsával indultam most is, mint néhány évvel ezelőtt, és hát úgy tűnik, hogy ez sikeres, mert ismételten sikerült megnyerni ezzel a tétellel a versenyt. A Tatabányai Kereskedelmi Iskolából jöttek a zsűritagok és a zsűrni elnöke, független zsűri volt. Szoktam én is zsűrizni, de most tekintve azt, hogy én is sütöttem, ezért távol maradtam a zsűrizéstől, nem befolyásoltam őket egyáltalán, és hát szerencsére jól sikerült a verseny. A búcsúban befolyt adományok a település óvodájának, eszközparkjának fejlesztésében, továbbá a helyi alapítvány működésében nyújtanak segítséget.